Zsófi, mióta tornászol? Már 6 éve. És miből gondoltad, hogy ez a sportág jó lesz neked? Hát anyukám választotta, és így én is beleegyeztem. Nagyon szép gyakorlatokat mutattál be, a gerendával kezdted, nagyon korrekt volt az a gyakorlat. Érdekesség, hogy a pontozók nem a pontot írták ki, hanem a nehézségi fokát, ez 3,6-os volt. Milyen elemeket tartalmazott? Hát az első elemem egy rundel volt, utána egy flick, hátraszaltó és egy előre bógni, és ugye a leugrás. Szereted a gerendát? Hát nem az a kedvenc szerem, de azt is szeretem. Aztán következett a talajgyakorlat, az is egy nagyon szép volt, és érdekesek, hogy pont ugyanolyan nehéz volt, mint a gerenda 3,6-os. Ebben mik voltak? Hát az első sorom egy rundelflik dupla csavar volt, a második egy szaltó egy láb rundelflik egész csavar, a harmadik egy rundelflik másfél csavar és egy fóder egész csavar. Aztán az ugrás következett, egy kézen átfordulás volt, ez nem tartozik a legnehezebb gyakorlatok igen. közé. Ugrásban nem vagyok olyan nagyon jó, és ezért még csak egy kézen átfordulás meg. És végül a felemás korláttal fejezted be, azt szerintem rendben volt. Igen. Hogy érezted magad a versenyen? Jól. Volt már olyan, hogy a dobogó tetején állhattál, és ennyi ember tapsolt meg úgy, hogy egy elefánt, meg egy kupa, és a kezedben volt a nyakadban egy érem? Igen. Mind nyertél korábban? Volt ilyen másik nemzetközi verseny, és azon is talajon első helyezést értem el. Mi a terved a tornával a későbbi években? Nagy tornán szeretnék lenni. Példakép? Még nincsen így egyelőre. Talán a gerendával kezdted a mai versenyt, és nem volt nagyon szerencsés, mert egy picit lehuppantál róla. Mi volt a probléma? Hogy nem hittem el, hogy fent tudok maradni, mert fenn voltam, csak utána leestem. Aztán következett a talaj, itt pedig az első sor végén egy nagyon picikét kiléptél, ezt észrevetted? Igen. Ilyenkor mennyit vonnak le a bírók? Hát olyan 1-2 tized, attól függ, hogy mekkora a kilépés. Ettől függetlenül szép volt a gyakorlat, milyen elemeket tartalmazott? Rundelflik dupla csavar, fóder egész csavar és fóder szuplé szaltó. Aztán következett az ugrás, 2 darab ugrást mutattál be, mind a 2 nagyon jó volt, egészen pici ellépés volt. Mi volt a 2 ugrás? Szuka bicska és szuka szaltó. Szerinted hogy sikerültek? Jól. A zárószám pedig a felemás korlát volt, az elején egy nagyon picit elfogyott a lendület még az alsó karfán, ott mi volt a probléma? Először nem ment fel a zárt lábas kézállás, meg fájt is a tenyerem benne. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy teljesítetted azt, amit az edződ elvárt. Láttam, hogy utána is beszélgettetek, mit mondod? Megdicsér meg, hogy az elején rögtön meg kellett volna csinálni. Te mennyire vagy elégedett a mai teljesítményeddel, hiszen egy gyönyörű második helyet szereztél? Elégedett vagyok. A harmadik korcsoport versenyeit néztük végig, ez szerintem egy nagyon kritikus korosztály, ugye 2000-2001-es kislányok versenyeznek, itt még nem lehet tudni, mi a helyzet az akcelerációjukkal, nem lehet tudni, hogy mi a helyzet az iskolájukkal, nem lehet tudni, hogy egyáltalán tornászok maradnak-e. Tehát, hogyha itt sikerélményük van, nemzetközi versenyen vehetnek részt, megízlelhetik a dobogó, a kupa, az érmek tapintását, akkor sokat mehettek előre velük kapcsolatban. Ez így van. Szeretnénk megszeretetni velük, és a legnagyobb feladatunk az, hogy a sportágunkat népszerűsítsük, elfogadottá tegyük, és mindannyiunk számára értékelhetővé, szerethetővé. Ezt próbálja tükrözni a mi matolai versenyünk. Nem mehetünk el amellett, hiszen a majd dobaskákkal is foglalkozol, hogy jövőre a londoni olimpián nagyon komoly megmérettetése lesz a tornaszakáknak. Hogy állunk a kvalifikációval? Mi a helyzet veletek? Egyértelműen Böszögő Dolinában van a hite az egész tornász társadalmunknak, hiszen ő a kiemelt és legjobb versenyzőnk. A mi koncepciónk a csapatra épült. A csapatunk az, mint ismeretes, a csillagtünde nélkül, de így is előrelépett, 20-ak lettünk. Azért akárhogy is, de a világ legjobb 20 csapatában vagyunk. Ezt is meg kell tanulni értékelni, számunkra ez is egy nagyon nagy előrelépés volt, hiszen volt olyan időszak, amikor nem is tudtunk kiállni csapattal. Úgyhogy ma a világ legjobb 20. csapatának tudhatjuk a női válogatottat, és azt remélem, és gondolom, hogy Böszögő Dolinával egy egyéni összetett fináléval még előrébb kerülhetünk.